Már hónapok óta lezárt építési terület a Kisvárdai vár és közvetlen környezete. Nyáron kezdődött a felújítás az állami kastély program keretében. Több mint 2 milliárd forintot fordítanak a beruházásra. A városban az elmúlt hónapokban befejezték a központi sétány fejlesztését is. Az önkormányzat célja az volt, hogy igazi élményközpontot hozzon létre. Az emberek ugyanis a korlátozások után vágynak az aktív pihenésre. Oda kellett figyelnünk mindenre, és köszönöm a kollégáknak, hogy munkában segítettek, és nagyon sokat segítettek. Valójában a régóta futó projekteket befejeztük, tehát szinte felsorolni is nehéz lenne. Jelen pillanatban a futó projekteket csináljuk. Ez itt mellettünk éppen a vár felújítása, egy multifunkciós sportcsarnok, egy zöldváros beruházás a belvárosban, egy honvédelmi sportközpont, tájház, új múzeum. Lehet, hogy kihagytam valamit, de van előttünk álló feladat, bőven van. Az a lényeg, hogy itt lassan, hogyha vár is megújul, akkor itt-tól vagyunk, a szálloda, a strand, a filmpark, a környék, az teljes egészében egy nagyon kulturális sportközpont lesz, pihenő központ lesz, rekreációs központ lett. A polgármester hozzátette, nyáron újra sokkal több turista érkezett Kisvárdára. Ebben nagy szerepe van a várost körülvevő gazdag természeti környezetnek is. A Tisza és a Rétközi tó is lendített az idegenforgalmon. A fejlesztésekkel a fiatalok megtartására törekszenek. Eddig az volt a szlogenünk, hogy Kisvárda városa visszatérsz. Az elsősorban a fiatalság megtartása, iskolaváros vagyunk 7000 diákkal, 4000 középiskolással, egyetemmel, és azt szeretnénk, itt maradnának lakások biztosítása, munkahely. Most azt kell, hogy mondjam, a cél az, hogy, és elmondhatom bátran, mert most éppen átadjuk a McDonald's-ot hamarosan, hogy egy kisváros nagyvárosi lehetősége sportban, kultúrában, zenében, színházban, hiszem azt, hogy munkahelyben is, tehát megtalálják a fiatalok majd a számításukat. Néhány hete egy rekordtán futópályát is átadtak a vártó körül. A sportfejlesztések folytatását 2022-ben is tervezik Kisvárda város vezetése.